Ha bár most a Windows Live Movie Makerről fogok részletesebben beszélni, de mindenképpen essék szó előtte a megfelelő előkészületekről. Tehát célszerű kialakítani egy file struktúrát, ahol megfelelő könyvtárba bemásoltjuk már előre azokat az anyagokat, amikkel dolgozni fogunk, tehát a szükséges fényképeket, videókat, zenéket, illetve itt lesz majd a projekt file. De ez még kevés. Egyrészt végig kell nézni a videókat, úgyhogy már fejben összeálljon, hogy tulajdonképpen hogy is fog kinézni a végtermék. Sőt, az sem butaság, hogyha egy papírlapra felírjuk, hogy melyik videóban, hol, mettől, meddig terjednek azok a részek, amiket később használni fogunk. Ez mindenképpen szükséges, ugyanis magában a programban már erre nem nagyon találunk kényelmes lehetőséget. Jó, tehát körülbelül ennyi az előkészületekről, és akkor nézzük meg most magát a programot. Körülbelül így néz ki a felülete. Azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag ilyen teljesen office módra tervezték meg. Tehát látható, vannak mindenféle ablakok, és van egy ribbon. Kezdjük is azzal, hogy akkor betöltünk egy videót, akkor sokkal jobban látszik, hogy pontosan miről is beszélünk. Tehát videó. Ezzel kezdünk. Na, akkor nézzük, hogy hol mi is történik. Ez a gyors nézőpanel, itt lehet megnézni, mit alkottunk eddig. Értelemszerűen csúszka, működik. Vegyük észre, hogy húzkálom a csúszkát, itt is megy a vonal a magába a videósávon. Igen, ezt elfelejtettem mondani. Ez a videótrack, úgyhogy alatta van a hang is. Ez így most nem látványos, nem látszik, de higgyük el, hogy úgy van. Pontosabban meg is tudom mutatni mindjárt. Hajjuk a repülőgépet. Tehát alatta van a hangsáv, és ott van a videósáv. Ezen kívül majd itt még később föl fog tűnni egy zenesáv. Egy. Igen, jól értettem. Tehát egy hangsáv és egy szövegsáv. Ez egyébként ennek a programnak a legesleges legnagyobb hibája, hogy ennyi az összes választék, ennyiből kell dolgoznunk. De vissza a gyors betekintőképernyőhöz. Tehát itt lehet látni, hogy itt lehet húzogatom, megy előre-hátra, kirakhatom teljes képernyőre, illetve léptethetem képkockánként. Illetve mehet a lejátszás nyilván. Ahogy mondtam, itt található a maga a videósáv. Az, hogy most pontosabban mennyit akarunk, hogyan akarjuk látni ezt a sávot, itt ezzel a csúszkával tudjuk szabályozni. Én kiszoktam húzni abszolút jobb szélre, és akkor egymás alatt sorakoznak majd itt a sorok. Így valahogy jobban lehet látni. Itt van egy gomb, még ezzel a thumbnail méretet lehet beállítgatni, tehát az, hogy itt mekkora legyen egy képkocka. Tehát gyors betekintő, vágóasztalt, nézzük, mik vannak a ribbonbáron. Cut, copy, paste, tehát ez, pardon, cut, copy, paste, paste, ez nem érdemes túl sokat. Akkor itt lehet hozzáadni videókat, illetve fényképeket a munkánkhoz. Csak azért, hogy jobban lássuk, rakjunk bele egy fényképet is. Tehát mondjuk ezt. Alaphelyzetben, na mindegy, erről majd később visszatérünk, tehát most beraktunk ide egy fényképet, majd megnézzük, hogy mi is történt. Itt lehet zenéket hozzáadni, méghozzá az AddMusic az a elejére teszi, az AddMusic at a current point, az pedig ahol éppen áll a lejátszó. A webcam videó az egy érdekes mulatság. Jelenleg nem működik. Nem véletlenül nem működik, ugyanis a háttérben futó Camtasia az lenyúlja a webkamerát, és azt teszi lehetővé azt, hogy esetleg rögzítsem azt, ahogy én itt most beszélek a monitor előtt. De mivel ő lenyúlta, így már a Media Player, Movie Maker nem tudja használni, tehát először kaptuk hívóüzenetet. Viszont, ez most csak érdekesség kedvéért mondom, ezt az egész felvételt én a Camtasia 5-össel kezdtem, most jelenleg a 7-es fut a háttérben. Az 5-ös még nem kezeli a webkamerát, tehát amikor az 5-ösre kezdtem, akkor még a Movie Maker azt tudta kezelni, és ekkor rögzítettem is egy tracket, amit be tudok tölteni. Videó, itt van. És imhol. Record. És itt vagyok csodálatos módon. Na, ennyi elég is volt belőlem, ezt letörlöm.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy bármikor valakinek olyan perverzió támad, hogy élőben személyesen akar kommentálni egy felvételt, akkor nagyon egyszerűen megteheti, rákatint a webcam videóra, és akkor veszi, be is tudja vágni. Az persze más kérdés, hogy mit lehet tenni ezzel a videóval, ugyanis, mint mondtam, itt egyetlen egy videócsík van, tehát nem lehet olyan csinálni, mondjuk egyik csíkból átlátszik valami másik csíkba, és akkor úgy mint a háttérben egy szellemkép kommentál, csak sorfolytonosan lehet, tehát be kell tenni a történés közepébe ezeket a felvételeket. Nézzük a mellette lévő gombot, ez a snapshot. Ez a következőt tudja, ahol éppen állok, ott rányomok a snapshotra, lefényképezi ezt a gyors betekintőnek a képernyőjét, ki lehet menteni egy fájlba, és ami ki van ment fájlba, az később már be is tölthető, és onnantól kezdve fel lehet használni a videóban. Jó, nézzük a szöveges részeket. Title, caption és credits. A title az tulajdonképpen szöveges képernyőt tesz be, tehát itt lehet főcímet kreálni, de itt lehet alcímeket is kreálni. A caption azt csinálja, hogy a szöveg kerül magára a videóra, a credit pedig a végén a klasszikus credit, director, starring location, tehát mindenféle feliratokat lehet star listát tenni a végére. Na most itt vannak középen egy ilyen automovie témák, látható. Ez egy tulajdonképpen azzal, hogy ráállok, mert mutatja is, hogy melyik téma mit csinál, és van belőle elég sok. Nos, ezek a lusta embereknek valók. Tehát azt mondom, hogy készítettem videófelvételt, nem akarok rajta semmit vágni, nem akarok rajta semmit csinálni, egyszerűen ezt a felvételt betöltöttem, rábökök valamelyik automóvi témára, és ez nekem szépen gyárt hozzá fejlécet, gyárt hozzá sztárlistát, gyárt hozzá mindent megcsinál nekem, azokat csak ki kell töltenem, és készen vagyok. Hát lehet használni, persze lehet használni, de azért, ha az ember már úgy tervező, hogy most akkor összevág valamit, meg összefeliratozni, akkor azért ennél egy kicsikét több kreativitásra van szükség. Jó, a klasszikus rotate left, rotate right, lehet forgatni videót, csodálatos. Egy konkrét videó darabot ki lehet törölni, illetve ki lehet jelölni az összeset. Ezek megint nem egy nagy vasszis, de az ugye a social media korát éljük, tehát itt, amit elkészítettünk, azzal bárhol szennyezhetjük a külvilágot. Gondolom az ikonokat nem kell túlzottan bemutatnom. Itt tudom rögzíteni, tehát elmenteni, illetve, hogyha bejelentkeztem valahol, akkor ide egyből ki is tudom publikálni. Na most, ahogy az Office programokban is, itt is vannak különböző túlok. Tehát jelenleg videó van bent, tehát itt látszik a videó túl. Később majd be fog sorakozni mellé a Music Tool, illetve a Text Tool is. Mik vannak a videó túlban? Tehát először is lehet a videónak a hangerejét állítgatni. Aztán lehet állítani, hogy ez a hang, ez hogy jöjjön be, illetve hogy menjen ki. Lassan, közepesen, gyorsan erősödjön föl, illetve lassan, közepesen, gyorsan halkuljon le. Nem rossz. Ezek a background, ez igazából a videóban túl sok szerepe nincs. Alá teszek egy fényképet, akkor lehet, hogy van értelme, bár most valamiért szürke. Elkezdett, hogy ez máshol jött szerepe, ez én soha nem használtam meg. Itt lehet beállítani a videó lejátszásnak a sebességét. Vannak előre definált értékek, de egyébként ebbe a textbox, vagy bármit be lehet írni, az mind jó lesz. A következő, ez a csodálatos split nyomógomb, ez ennek az egész programnak a lényege. Az alfa és az omega, ezzel lehet minden kreatív dolgot megvalósítani. Mit csinál ez? Akármilyen effektet, akármilyen hangerőbeállítást, akármilyen sebességbeállítást, akármit csinálok, az mindig a filmcsík eleje és a filmcsík vége közötti tartományra fog vonatkozni. Tehát ha itt ugye ezt jelenik, akkor erre a részre, ha ezt jelenik, akkor erre a részre. Ha azt szeretném, hogy ebben a videódarabban innentől valami máshogy menjen, tehát más legyen a hangerő,
más legyen a sebesség. Tehát bármit, amit csinálni akarok, akkor mese nincs, vágni kell. Vágni kell, és akkor itt már erre a részre külön tudok állítani a sebességet, mint hogy erre, de mindenképpen vagdosnom kell. Jó, visszatérés, a Ctrl-Z az működik, de Eszterházi Péterrel együtt arra kell kérnem mindenkit, hogy senkit ne csábítson könnyelműségekre, viszonylag korlátozott a hatóköre az undo opciónak. Sajnos. No, akkor vágtunk, vannak, és utána vágás, mert vannak a trimmelések. Első egy pilótavizsgás. Egyszerűen azt mondom, hogy ahol beállítottam a kurzort, az lehet az adott videórésznek az eleje, illetve lehet a vége. Tehát ha például ebből ki akarnék vágni egy középeni részt, akkor egyszerűen ideállok, és azt mondom, hogy eleje, majd odállok, amit meg akarok, és azt mondom, vége. De ugyanúgy működik az is, hogy kivágok egy darabot, majd itt azt mondom, itt kezdődik, és akkor tulajdonképpen ez a rész veszett el, ez a rész tűnik el majd a felvételből. Ctrl-Z. Jó, hát lassan el kéne kezdeni dolgozni. Én általában úgy szoktam kezdeni, hogy mindig berakok rögtön az elére egy főcímet. Title. Adunk neki egy nevet. Na, ezt szépen el lehet rendezni középre, de én nem pont középre fogom, és ezt mindjárt meg is fogjuk látni, hogy mi ennek az értelme. Megjelent a text tool, vegyük észre. Van benne minden. Tehát, ahogy egy Office programban, itt is tetszőlegesen tudom formázni a szöveget. Itt van, tényleg mindenféle lehet állítgatni. Alapértelmezésben 7 kockát tesz be, ami jelen esetben 7 másodpercet is jelent. Ez mégis jó a főcímhez, az alcímek az azért nyilván nem kell hosszút használni, és itt vannak megint ezek a csodálatos előre beállított átmenetek. Itt rálők és mutatja, hogy ha ezt választom ki, akkor hogyan fog beanimálódni, betekeregni, bekúszni a szöveg. Én általában ezt szoktam szeretni, hogyha olyan a szöveg, hogy középen van, amit ki kell emelni. Van Hollywood stílusban is ilyen fények, mindenféle vickek, vackok. Most maradjunk ennyinél. Jó, ezzel tulajdonképpen a főcímmel meg is vagyunk, körülbelül így fog kinézni. Mit felejtettem még el? Hát az animáció, illetve a visual effect opciókat itt még vannak. Animáció. Nézzük, mit csinálni. Látjuk? Borzalmas, nem? Nem mindegy, aki szereti az ilyeneket, az nyugodtan használja. Itt lehet beállítani a durationben azt, hogy mennyi ideig tartson. Nyilván ez nem minden opciónál van. Illetve van egy másik lehetőség, itt ezek a különböző honnan jöjjön be típusú animációk. Ez videónál túlzottan nincs jelentősége. Ez a fényképeknél játszik, tehát itt most jelen esetben ugye egy statikus fénykép van. Ezt megadhatom neki, hogy ez a fénykép ez tulajdonképpen hogy jöjjön be. Maga a statikus kép hogyan mozogjon, hogyan animálódjon. Tehát ugye látszik, hogy most éppen picit tekeredik, jobbra megy, balra megy, stb. Ez akkor, hogyha van egy adott fényképem, be akarom tenni, és nem szeretném, hogy a statikusságával megtörje mondjuk egy videónak a dinamizmusát. Visual effects. Ezek pedig a különböző művészkedések. Hát látszik itt is, hogy ráállom körülbelül melyik mit akar. Van belőle, tényleg rengeteg van belőle. Itt, tényleg sokkal több van belőle, mint amennyi szerintem az embernek a gyomra meg a gusztusa elbír. Aki ha szereti, használja, én túlzottan sokra nem becsülöm ezeket.
és van még egy projektnyomógomb, nézzük meg, mi van mögötte. Itt lehet beállítani azt, hogy felvétel vált, vagy standard legyen. Illetve vannak még ilyen audio mix, meg fit to music jellegű dolgok, én ezeket megint nem használtam, és nem is hiszem, hogy ezek túlzottan van jelentőség. Akkor élnek nyilván, hogyha van már audio is odatéve. Ennyi elég is ezekről. No, hát ott jártunk, hogy elkezdjük összerakni a videónkat. Tehát van nekünk egy főcímünk, van egy videófelvételünk. Most elkezdjük mögé szórni a fényképeket. Méghozzá hogy mert ezt, ugye én most már egy fejben összeállítottam, hogy pontosan mit szeretnék látni, tehát most egy kicsit úgy fog csinálni, hogy nem sokat magyarázok az, hogy miért úgy csinálom, csak csinálom. Hát most beszórtam ide 4 fényképet, ezeket a fényképeket alaphelyzetben 7 képpontra teszi, tehát 7 másodperc, az szerintem nagyon sok. Nekem bőven elég az 1 másodperc. Sőt, ha dinamikus látokásokat akarok, akkor szoktam azt csinálni, az első 1 másodperc, következő már csak 0,7, azt mondja, hogy sok van, akkor a végén ez lecsökkent 0,5-re, amit hogyha még belekumálni megfelelő klikkelős hangeffekteket, akkor tényleg egy egészen dinamikus, gyors képsorozott hatást lehet vele elérni. Na mindegy, itt egyelőre most jó lesz mindig 1 másodpercre. Így. Tehát tulajdonképpen megvagyunk az, hogy főcím, repülőgép leszáll, az utas bejut a repülőtérről a városba. Jöhet a következő videó. Nem a második, hanem most jön a harmadik. Jó, hát ez itt egy akármilyen felvétel. Ahhoz, hogy az emberek ezt érzékeljük, hogy mégis mi történik itt, ide érdemes egy rövid magyarázó szöveget tenni. Ez egy title-el megoldható. Tehát szépen beírom, hogy mi is láthatunk majd a következő videón. Ezt így belérte, szemlát nem középen van. Ezt nyilván lehet húzogatni jobbra, balra, fölhele. Nyilván lehet, csak éppen borzasztó hülyén néz ki. Most tehát fölhúztam, le akarom húzni, nem jön le. Lefelé is csak ugyan, hogyha fönt húzom. Ráadásul, hogyha széthúzom, most mondjuk ez annyira nem látszik, de nagyon sokszor úgy hagyja a törést, hogy utána akkor újra kell tördelnem a szöveget. Egy körülbelül most itt van középen. Ezt megint 7 másodperc tette, ez most már sok, 3 másodperc. Ki lehet választani hozzá a megfelelő effektet. Én ezt szoktam szeretni ilyenkor, mert ez egyből bent van. Lehet játszani meg egy ilyen beúszik, beanimál akármivel, csak akkor figyelembe kell venni, hogy az időt sokkal nagyobbra kell venni, mert a néző személynek alkalmazkodnia kell a mozgáshoz, és csak utána tudja elkezdeni olvasni a szöveget. Jó, tehát legyen mondjuk ez. Hoppá, mi történt? Levettem a textet, tehát látszott, hogy most már 3, csak éppen mögött elfelejtettem a videó méretét levenni, azt megint külön lehet állítani. Most már összhangban vagyunk. Ez nem bug, hanem feature. Azaz ezzel lehet csinálni ilyen elcsúszásokat, hogy esetleg a szöveg rövidebb, mint a videó. Vagy fordítva, a szöveg hosszabb, mint a videó. És akkor átnyúlik a másikba. Jó, tehát ezzel megvolnánk, akkor ide még berakunk néhány kattogtatást, azaz fényképet. Azt mondja, hogy itt kezdődik, és itt végződik. Jó, ezeknek is leveszek a méretét egyre. Azt mondom oda. Így. Megvannak a fényképek.
jöhet a következő helyszín, következő esemény. Ez jelen esetben, ugye, csak Moszkváról beszélünk, a vörös tér. Ez így fog indulni, viszont ehhez van egy olyan fényképem, ami mindjárt mutatom, és az egyszerűbb lesz, mint mondani. Meglehetősen szerencsés fénykép, ugyanis pont egy olyan pozitúrában kaptak el, ami nagyon jó összhangban van a videóval, mert a videó is nagyjából ugyanezről a pontról indul. Na most miért tette a végére, amikor nem ott álltunk? Ez ennek a programnak egy bájos következetlensége, pontosabban következetesen csinálja csak rosszul. Ezt most itt fogom, ezt a képet, kivágom, és azt mondom, hogy nem, ennek itt kell lennie. Paste. Visszatette. A bájos következetlenség az úgy néz ki, kivágom, és ahhoz, hogy az ide kerüljön, az ide kell tennem. Ez most így jópofa meg vidám el akármi, de amikor egy kellően bonyolult projektben dolgozunk, akkor fogcsikorgatóan bosszantó tud lenni. Utólag mondjuk át van szólni egy képet egy 30 perces vágáson másik oldalára. Na, tehát itt megtörtént, ide tettük ezt a képet, viszont azt is látni kell, hogy ez így nem túl, tehát én legalábbis ezt nem szeretem, hogy a helyszínváltás fényképek között történjen. De hát most nincs jobb ötletem, tehát egyelőre most így marad. Jó, megvan a vörös tér. Csináljuk tovább a videónkat. Jönnek a fényképek. Így. Na, tehát akkor betettünk egy Sztálint, betettünk egy Putyint. És betettünk egy Lenint, és betettünk egy Lenin mauzóleumot. Ez így szerintem kellően jó lecsengésű rész. Jöhet a következő helyszín. A következő helyszín az igazából már a hazaút lesz. Tehát jön egy ilyen mindenki együtt van típusú fénykép felvétel, aztán jöhet a repülőtér. Mind a kettő egy-egy másodperces. Nem tudom, ki vett észre az előbb. Amikor azt a három képet egybe tettem be, akkor mind a három kép egyszerre volt kijelölve, tehát ugye egymás mellett is ki voltak jelölve, és akkor állítottam be az egy másodpercet, akkor az mind a háromra automatikusan vonatkozott. Tehát, hogyha mondjuk több dolgot akarok mondjuk ezt beállítani, akkor ugyanúgy ki kell jelölni, és akkor mindig egyszerre be lehet állítani. Itt megint ugyanaz a jelen, először csináljuk meg rendesen, és aztán ezt elmondom. Tehát a végére bejön egy videó még. Ez. Amikor a repülőgép már landol. Itt most ott csalingázunk végül is, nem egy ilyen lineáris beszéd sem, mint hogy a videó sem. Annyira. Ez itt láthatóan 2 perc 24 másodperces felvétel. Ez egy borzasztó hosszú felvétel, tekintve, hogy az egész nincs 5 perc, és éppen semmi más nem történik, mert csak egy repülőgép leszáll. Hát ezt én előtte megnéztem, és azt mondtam, nekem az egész biztosan nem kell. Nekem ebből csak a 30 másodperc és a 60 másodperc közötti szakasz kell. Hogyan tudom ezt elérni? Hát ugye ez úgy külön nem látszik, hogy most én itt hol vagyok, mert ugye csak az abszolút helyzetét látom, tehát az egész filmre vonatkozó helyzetét látom. Magyarul matekozni kell. Ráállok az elejére, azt mondom, hogy ez 2.21, 30 másodpercet keresek, tehát 2.51-et kell megtalálnom valahol.
251, azt tudom legjobb, amikor pont a szélére esik. 251. Jó, tökéletes 251. És akkor elmegyünk a vágódeszkához, és ez lesz a start point. Megint abszolút helyen van, tehát most azt mondom, hogy a megkeresem, tehát ez most már nulla, ehhez képest keresem, pontosan ez most a 30 másodperc volt az eredetiben, ehhez képest keresem 60 másodpercet, az 30 másodperc van arrébb, tehát 2.21, megint a 2.51-et kell megkeresnem. Sok. 2, ó, tökéletes. 2.51, meg vagyunk. 251, ennyi belefér, és most ez lesz a vége a felvételnek. Így kapta meg azt a középső részt, ahol éppen leteszik a repülőgépet. Na, mit kell még látni? Igen, előbb elkezdtem, csak aztán átcsapongtam egy másik témára. Itt megint ugyanaz a történik, amit én nem azt mondtam, hogy nem szeretek. Van egy helyszín, és talán helyszínt váltunk. Méghozzá, hogy fényképeken belül váltunk helyszínt. Tehát ez így már, hogy kétszer előfordul egy nem egészen 3 perces felvételben, ez most már így kellemetlen. Ilyenkor lehet csinálni, ez úgy nem, ilyenkor lehet bevezetni, úgynevezett magától értetődő képeket, magától értetődő nem főcím, ez alcímeket. Tehát például itt van ez, akkor ezzel élfogom és beteszek egy title-t, aminek adok ugye egy nevet. Ez például azt jelenti, hogy ugye mi is van, mindenki együtt van, azt mondja, hoppá, all together. Van értelme? Nincsen. Hiszen látszik, hogy mindenki ott van rajta. Tehát egy teljesen magától értető dologról van szó. De mégis jó, mert elválaszt. Tehát itt is azt mondom, hogy 2 másodperc. Nézzük, ez megint egy apróság. Ha nincs szöveg, nincs textul. Tehát ha textult akarok állítani, akkor rákállom a szövegre. Most lehet itt formázni, és akkor ennek mondjuk adjunk egy, mivel ez egy ilyen magától értetődő képernyő, tehát itt ennek nem árt, hogyha adunk valami animációt is, hogy úgy tudjuk, mintha lenne valami értelme. Jó, legyen a forgós. Nézzük azért meg, hogy hogy néz ki. El lehet egyetem olvasni. Tökéletes. És akkor már elkezdtünk ilyen úgynevezett evidens képernyőt használni, akkor tegyünk ide is, ahol ugye azt mondtam, megint van egy váltás. Ez még evidensebb kép lesz, mint az előző, és egyszerűen azt mondom, hogy vörös tér. Ennek még kevesebb értelme van, de tényleg, hát látszik, hogy vörös tér fog következni. De mégis elválasztó elemnek nagyon jó. Így, vörös tér, és ez is pörögjön, forogjon, élvezze az életet. Hogy ez most inkább legyen gumiból. Hát nem is tudom, hogy inkább így jöjjön. Pörögjön, forogjon, legyen az úgy. Nézzük meg, hogy jól áll-e neki. Nem áll jól neki. Akkor legyen ez mondjuk inkább ezért. Nézzük, a gumi jól áll-e neki. Nem, ez vörös, ez egy kicsit komolyabb dolog annál, hogy ilyenekkel bóckodjunk. Ez teljesen jó lesz. Egy, szuper. Mi van még hátra? Zárjuk még le. Tehát jön egy stáblista. Én itt most nem fogok túlzottan sokat variálni a szöveggel. Tekintsük úgy, hogy ez egy olyan stáblista, egy olyan film, hogy csupa cseh és szlovák ember készített. Így.
ezt célszerű egy kicsit nagyobb betűtípusra változtatni. Egy. Nézzük, mit csináltunk. Jó. Ezt alapvetően szintén 7 képre, tehát 7 másodperc teszi be. Tehát a stáblist hosszától függően ezt azért érdemes kicsit belassítani. Úgyhogy legyen 10 vagy 15. Legyen 12-50. Ez nagyjából X hossz az. És természetesen ide szövegmezőbe simán meg lehet csinálni azt, hogy TXT fájlból másoljuk be, tehát ez viszonylag evidens. És akkor ez meg ilyen V1-ként én még a végén oda szoktam tenni. Egy ilyen képet. Ez már csak egy ilyen picike. Hoho, hoho, hoho. 12.50, igen, és a hozzátartozó videó nem lett 12.50, tehát így most persze, így most már akkor rendben vagyunk. Ez bőven elég. Két képkocka. És még tegyünk be egy üres title-t, ami egy képkocka. Majd ezt húzzuk ide végére, és ezzel nagyjából végeztünk is. Mit nem mutattam még be? Ez pusztán csak az illusztráció kedvéért. Írjunk erre a videóra valami szöveget. Ha majd, ha belenézünk, akkor bele lehet nézni. Halljuk, haladját egy magyarulást térem. Tehát akkor írjuk rá mondjuk ide, hogy harangjáték a kremlőben. Jó, ezt a szöveget is lehet húzni, vonni ugyanolyan bénán, mint a másikat, tehát egyszerűen nézni, ha itt húzom le, visszaugrik, ha itt húzom le, akkor csak eddig lehet húzni, és akár apró, araszoló, féreg mozgással jutunk le mondjuk a képernyő aljáig. Hopp, most el is kattintottam. Egy kihúzzuk, de ne, ez így körülbelül jó. Minden így látszik is, hogy mozog. Hát nem, igen, látszik, hogy nem pont a legjobb helyre tettem le. Tehát jobb lenne, hogy ide áttennénk, akkor áttesszük ide. És ne is legyen ilyen hosszú, ahhoz sokkal marabb el lehet olvasni egy ilyen szöveget, tehát ez most csak legyen 3 képpont. Nézzük, mit csináltam. Oké. Okay. Már most szólok előre, hogy itt amikor majd bele fogunk nézegetni a videóba, ez szaggatni fog, rángatni fog, minden baja lesz. Ezen abszolút nem kell csodálkozni. Itt alatta megy a Camtasia, megy ez a Movie Maker is. Mind a kettő borzasztóan zabálja a memóriát. És ez egy erős gép, de azért ennyi nincs benne. No. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy nagyjából összevágtunk mindent, amit akartunk. Tehát fényképek helyén vannak, videók helyén vannak, szövegek helyén vannak. Akkor ilyenkor először is mentünk. És jöhet az audiósáv. Ez egy kifejezetten ajánlott best practice. És majd amikor elkezdünk itt vacakolni az audiósávval, akkor meg is fogom mutatni, hogy miért. Tehát addig nem nyúlunk audióhoz, amíg össze nem állítottunk mindent, ki nem vágtunk, össze nem foldoztunk, meg nem csináltunk mindent, amit mi a videó résszel akartunk csinálni. Ugye emellett jelenleg audióként ott van a master felvételeknek az audió sávja. Na, hát akkor álljunk az elejére. Jöhet a zene. Alá tettük. Na most akkor van már egy music toolunk is. Nézzük meg, hogy a music toolon belül miket lehet állítani. Külön lehet állítani a hangsávnak a hangerejét. Ugyanúgy van fade in, fade out, ugyanazok a lehetőségekkel. Ugyanúgy lehet vágni, és ugyanúgy lehet start point és end point, tehát végét elejét állítani, és van egyébként egy start time is, tehát hogy azon belül hol kezdődjön. Ezeket lehet nagyon pontosan, tényleg látszik, hogy század másodperc pontosággal lehet tologatni. Én a magam részéről
bőven elég, nekem bőven elég, hogyha így húzogatom a csúszkán, nem kell ennél pontosabb. De valakinek kell, szükség van, akkor lehet. Na hát ugye most jön egy érdekes kérdés, hogyha én most itt ennek lehúzom a hangerejét felére, akkor mi történik? A videó rész alatt megy csak le, vagy az egész zene részben? Tegyük az elejére, hallgassuk meg. Hát az bizony az egészben. Ez mindenképpen kellemetlen, mert én játszani akarok a hangerővel. Szeretném azt, hogy például, ahogy indul az egész, hogy berúgná az ajtót, hogy hangos lenne a zene, amíg a főcím van. Aztán utána itt, amikor már van a videónak is egy önálló hangja, tehát például az Uga repülőgép, itt már a kettő vegyüljön, tehát mondjuk 50-50% legyen meg. Hát ezt így nyilván nem tudom megcsinálni, ehhez azt kell tennem, hogy magát a hangsávot itt elvágom. Itt föltekerem a pótmétert a plafonig. A következő videósában, tehát ebben a szakaszban, mert jó, itt egy felére is van állva, és így nagyjából jó vagyunk. Ezen kívül, igen, még a videóban kell, itt is leveszem fejre, hogy 50-50%-ban legyen. Nagyon fontos, ezt kezdőként rengetegszer elrontottam, nem figyeltem oda, hogy most melyik túlba vagyok, és mind a kettőnek van egy videóaljum. Először nagyon hasonlóan. És nagyon sokszor volt az, hogy mit tudom én, a zenének a hangerét tekergettem, és meg voltam döbben, hogy miért nem változik a videónak a hangere, amikor azt akartam tekergetni. Tehát nem árt, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk. Ráadásul azt is meg kell említenem, ennek a programnak a nagyon kellemetlen tulajdonsága, hogy időnként csinálok valamit, és akkor nem hagyja ott a kurzort, ahol éppen volt, hanem előre dob az adott videódal beleig. Most ha ez egy fél órás vágás, mert azért van ilyen is, akkor azt a fél órát azt utána vissza kell scrollozni, és utána megint megkeres, hogy hol jártunk, és ez pont egy speciális, nagyon aprólékosan, sok kísérlettel belőtt pont volt, akkor azt még egyszer meg kell találni. És nem csak azt meg kell találni, nagyon könnyű el is veszni benne, hogy az ember nem figyel oda, csak nyomkodja a gombokat, közben a kurzor meg már elugrott fél egy csomó időt. No, most eljutottunk odáig, hogy akkor ez hangos, ez meg kicsit halkabb. Ha belehallgattunk, hogy ez hogyan valósul meg, Elég darabosan, és ez csúnya. Valahogy ki kell találni egy átmenetet, de ezekből a lehetőségből gazdálkodunk. Nincs. Azt lehet csak eljátszani, hogy fogom akkor ezt itt, tehát itt a zenét lefédelem, tehát a fade-outra azt mondom, hogy fast. Itt megint a fade-inre mondom azt, hogy fast. És akkor nézzük most ilyenkor mi történik. Behalkul. Visszahangosodik. Azaz van egy alsó inflexiós pontja, egy olyan inflexiós pontja, aminek nem kéne ott lennie. Én azt szeretném elérni, hogy A hangerőből B hangerőbe jusson el, ne menjen le közben a nullára. De nem tudom megcsinálni. És nyilván, hogyha ezt később visszahangosodik, akkor azt ugyanazt vissza kell csinálnom, és az egész nem szép. De hát ebből élünk. Ezt lehet csinálni ezzel a programmal. Na mindegy, ezzel megvolnánk. Itt ugye a képeknél majd effektet teszünk, tehát itt a hangnak mondjuk úgy, hogy vége. Elvágjuk. És kitoljuk, átdobjuk a következő darabra, ahol majd szintén már videó lesz. Ide jött akkor a képekhez, tehát azt mondom, ide akarom betenni magát a effektet. Ez a click.mp3. Nézzük, mi történt. Betett ide egyet, és ezt arrébb is lökte annyival. Ez egy borzasztó ebben a programban. Nincs olyan, tehát nem tudom megmondani azt,
hogy hát akkor ezt légy szíves, ezt a zene, ezt a audio sávnak ezt a pontját, szögeld össze a videósávnak ezzel a pontjával. Össze-vissza tologatja ész nélkül. Egyszerűen hihetetlen. Tehát ha, nem, tehát ha például itt én ebben szeretnék ebben a videóban egy 4 perces számotból betenni mondjuk 20 másodpercet, nem nagyon tudom megcsinálni az egész videó 3 perc 10 másodperces. Hát beteszem és lecsúszik a vége. Jó, persze valószínűleg pont az benne lesz, hogy kit akarok vágni, de gondolom érezhető a probléma. Vagy hogy még jobban megvilágítsam, a sztárlistához a végére, ami ugye 12,5 másodperc, oda szeretnék betenni valami más zenét. Ami mondjuk egy 3 perces számnak a közepe. Vagy érezhető. Beteszem, hogy nem lesz ott, mert csak a számból 12,5 másodpercet látok. Ami azt jelenti, hogy 12,5 másodperces vágásokkal kell elaraszolgatnom addig a közepéig, amikor végre becsúszik a semmiből az a rész, amire én kíváncsi vagyok. De nem tudok rosszabbat is mondani. Képzeljük el azt, hogy itt van ugye az egyik audiosávom, itt a másik audiosávom, és ide erre a középső részre, ami mondjuk nem 6 másodperc, vagy mennyi van itt, hanem 7 másodperc, hanem mondjuk egy 2 perces felvétel. Beteszem, a 2 perces felvétel ezt kilöki, és utána nem is tudom visszahozni. Tehát hiába beteszem a 2 másodperces, beteszek ide egy hosszabb felvételt, amiből majd később vágni akarok, kivágtam belőle, ez már nem csúszik vissza, ez kiesett a végéről, akkor eltűnt. Ezre utaltam, amikor azt mondtam, hogy először legyen meg a videó, utána kezdjük el szépen az elejétől kezdve föltölteni az audiókat, és ahol már egyszer betettem egy audiót, azt utólag már nem módosítom. Szétcsúszik, szétesik, elmászik, nem, egyszerűen utána már kezelhetetlen. No, és akkor nézzük most itt a effektet. Itt látszik, hogy az effektnek már körülbelül itt, ezen a ponton vége van. Ez már üres, tehát ezt nemes egyszerűséggel levágjuk. Majd utána ezt a klikkelős effektet, ugye azt mondtuk, hogy mindig oda tesz klikkelős effektet, bemásolgatom. Vegyük észre, hogy amikor copypastázok, akkor mindig oda teszi, mert ez meg egy kicsit meg megint máshogy működik, ahol éppen a kurzor áll. Tehát ha én például ide húzom a kurzort, és még itt nyomok egy pésztet, akkor is oda teszi. Na jó, a szöveghez nem kell. Ugye most megint arrébb tolta az egészet, és most meg ide csúszott a zenén, korrigálunk. Jó, megvan a klikkelések, ez jó így csendben. Ez a szöveg nem jó. Jó, meglátjuk. Lehet a zene. Még valami, ugye itt mikor belehallgattunk, nem túl kellemes az, hogy a zene után rögtön a klikkelések, kifédeljük. Sőt, a videót is kifédeljük, hogy egyszerre halkuljanak. A zenét ide lehet húzni. És ugyanúgy a zene is nyugodtan jöhet be fédeléssel. Ennek van-e valami a saját hangja? Ezt mivel ez elmulasztottuk megnézni korábban, most már csak úgy tudjuk megnézni, hogy lehúzzuk null... nem, megint rossz helyen vagyok. Lehúzzuk nullára a zenesávot, és akkor belehallgattunk, hogy most mit hallunk. Szélzaját. Szélzaj az icipici lehet benne, tehát akkor mondjuk azt, hogy a zenesávot visszatoljuk erre a szintre, a videót pedig lehúzzuk középre. Így, és akkor a videó az fédel, a zene az is fédel. Jó. Tehát ennek most elméletileg jónak kell lennie.
Hát akkor ez így megy a videó végéig. Megint elvágjuk a felvételt. Ezt megint áttoljuk ide. Ide most már jöhetnek a... klikkelgetések. Így. Illetve itt vége a zenének, tehát ezt is kifédeljük, vele együtt a videót is kifédeljük. Így. Mi történik? Ez maradjon csendes, mert itt még lesz egy klikkelésünk. És jöhet innét a zene. Ugyanúgy bele tudunk hallgatni, hogy ennek... értettem, hogy ebbe speciál belehallgattunk, tehát tudjuk azt, hogy ez meg egy harangjáték van. Nézzük, hogy néz ki most a mögé a zenével. Lehetne ezt halkítani, hogy csak egészen halványon szóljon háttérben, de éppen valami falcettóban visítozik valaki. Ez marhára nem illik ez a harangjátékhoz, tehát ezt innét hátra húzzuk. A vörös térnél csak maga a vörös tér alap. És alaphangsága fog szólni, hangerő teljesen jól van. Fader is legyen, az nem árt. Így. Videók itt kattogni fognak, tehát majd legkorábban is csak innét fog folytatódni. Ide berakjuk megint a effektünket. Nem ide betegtük valaki az effektünket. Így indulhat a zene. Induljon a zene. Nem biztos, hogy érdemes elindítani a zenét erre a két másodperc, mert megint kattogtatások jönnek, tehát rakjuk csak ide ezt a zenét. Kis csend. Kattogtatás. Így. Itt pedig megint repülőgép zajról lesz szó. Tehát egyrészt ugye a zenét befédeljük, sőt valószínűleg értemes kifédelni. Zenehangerő teljesen jó ezen a hangom. Videó azt is fédeljük. Videó hangerő azt is még picit tegyük lejjebb. Jó, ezzel most körülbelül úgy rendben is volnánk ezzel a darabban. És nem tudom ki, hogy szoktam, én általában úgy szoktam, hogy a stáblistánál megint bevadul a zene, tehát ott az megint dübörög. Az azt jelenti, hogy a zenesávot megint elvágjuk. És a végére fölnyomjuk a pótmétert. Jó, illetve hát a logó rész az pedig csendes, tehát akkor itt már endpoint lezártuk. Sőt, nem csak lezártuk, hanem kifédeljük, de hát az is van, ki is lett fédelve. Na, tehát most akkor nézzünk bele egy a kritikus pontokra, hogy mit csináltunk. Hopp, itt már rögtön észrevettünk valamit. Ehhez a képhez az egy másodperc kevés, túl sok minden van rajta, hát ezt föl lehet venni mondjuk 3-ra. Mi történt, ugye? Utólag belenyúltunk a videósávba, és teljesen megborult az audiósáv ehhez képest. Hát most jön az, hogy egy zenét még utána húzzuk, nem, ez már jó helyen van. Jó?
És mi történt még tovább? Utána húztuk, ennek ellenére ez itt elcsúszott. Tehát nem ér ki már a végéig. Magyarul korán vágtunk. Korán vágtunk bizony. Most ezt ide lehetne húzni. Aha, nem korán vágtunk, hanem egyszerűen összecsúszott a kettő, tehát ez rácsúszott erre. Jó, széthúztunk mindent, rendben vagyunk. És képzeljék ugyanezt egy ennél sokkal bonyolultabb projektnél, hogy mit eredményez, akkor összecsúsznak az audiósávok, kitolja az egyik a másikat, vagy vissza tudod húzni, vagy megtalálod, hogy hol veszett el. Egyszerűen horror. Na, ezért mondom, tehát utólag már nem tanácsos a videósávot piszkálni, amikor már az audiósávot rakjuk be. Na, akkor nézzük, hogy mit csináltunk. Hát, jó lesz ez így. Jó lenne, de itt még megint van egy helyszín átmenet fényképek között, ami engem legalábbis zavar. Ide be lehet még tenni egy nagyon rövid kis title-t. És még megint egy evidens képernyővel. Kettő. Ez is kettő. És még hozzá a kiválasztjuk az animációt. Ez is forog. Foroghat teljesen jó. És akkor rakjuk rendbe ami a zenével, tehát az audiósával történt. Ugye ez a vége. Ezt arrébb toljuk. Így van, minden helyére került. Ez a klik pedig ehhez a képhez tartozik. Megint nézzük meg, mit csináltunk. Jó. Itt a végét nézzük meg, hogy ez az átváltás. Nem jól történik. Nem szabad lefédelni, mert ugye itt csak hangerő váltás történik. Ugyanúgy nem szabad lefédelni a videót maradhat fédelve, de a zenét nem szabad, és ugyanúgy ezt a zenét sem szabad induláskor fédelni. Jó? Mi történik? Most elméletileg itt is játszhatnám azt a zenei vágásra kapcsolatos dolgot, amit az elején csináltunk, hogy leejtjük a nullára és felemeljük, de ez akkor, amikor egy hangot felerősítek, az borzasztóan rosszul jön ki, és akkor itt már jobb az, hogyha hagyjuk, és akkor zakkan egyet a zene. Jó, hát tulajdonképpen elkészültünk. Most jön akkor az a lépés, hogy kimentjük. Itt van egy csomó előre beállított formátum, de itt is még minden más, hogy érdemes customeket csinálni. Ez a PE Home neve, ez például egész konkrétan egy HD minőségű mentés. Én ezt szoktam használni. Most nem mentem le. Pontosabban most nem renderelem le, mert az elég hosszú idő lenne. Különösen úgy, hogy ugye alatta még ott van a kamtárzert, valószínűleg el is füstölne a gépem ettől a művelettől. Körülbelül ennyi. Egy külön videóban ki fogom publikálni az elkészült művet.